Kedves nézőink, a múzeum égisze alatt fogalmazzunk így, mert most egy beltéri és kültéri rendezvény ajánlója is következik. Sok izgalmas dolog történik. Nem sokára tulajdonképpen téli álomra hajtja fejét a múzeumfalad egy nagyon látványos vigassággal. Jövő hétvégén, ugyancsak jövő héten, igaz, annak az elején, egy kulissza titkokat felfedő szakmai műhelyben vehetnek részt az érdeklődők itt Nyíregyházán. De nézzük sorjában, köszöntöm a stúdióban Vécseinél Lakatos Betti múzeumpedagógust és dr. Szabó Saroltát, a múzeumfalu igazgatóját. Kezdjük csókolom. Akkor maradjunk először bent, jó? Mert ez van időben is korábban viszonylag. Mi lesz ez a hétfői rendezvény és pontosan hánykor? Igen. November 6-án hétfőn 11 órától kezdődik a rendezvény. A restaurátorok műhely titkai 2 kiállításunkhoz kapcsolódik, és a Múzeumok őszi fesztiváljának bent a múzeumban, a József András Múzeumban ez az utolsó rendezvénye. És hát a restaurátorok műhely titkait próbáljuk a nézőközönség elé tárni. A múltkori alkalommal papírrestaurátor kollega volt nálunk a múzeumban, most pedig fémötvös restaurátor látogat el hozzánk. És kikerekedik a laikus szemet. Papírrestaurátor, az mit jelent? Hát a papír is sérülékeny dolog. Sőt, igen, sérülékeny, és azt mutatta be a kollega, hogy hogyan lehet minél jobban konzerválni, illetve helyrehozni a hibáit. Itt dokumentumok, levéltár, iratok, források, egyebeknek a restaurálásáról van szó? Akár arról is lehet szó. Mármint, hogy volt. Volt, de igen. Most meg a fémekről most lesz. Most meg a fémekről. Egy picit beavatna minket a kulisszatitkokba? Bakonyi Eszter fémötvös restaurátort fog ellátogatni, ő fog egy kis előadást tartani a múzeumnak a nagy termében, és utána pedig a restaurátor kollégáinknak a műhelyében bemutatót fog tartani, hogy hogyan lehet egy korrózióval ellátott fém dolgot helyrehozni, minél fényesebbé tenni. Egyébként gyakori eset, hogy itt Nyíregyházban, nem csak Nyíregyházban, ugye megyei hatókörű múzeumról van szó, a megyében találnak a földben olyan erre érdemes tárgyakat, amik a restaurátorok keze alá kerülnek? Igen, minden, amit találnak a régész kollégáink, az bekerül a restaurátor műhelybe. Egy-két szép példa. Például az újfehértói nagy leletegyüttes, ami a múzeumunknak a trezortermében is található. Ez volt Magyarország egyik legnagyobb leletegyüttese, ami még kirívó, hogy aki megtalálta, a gazda, akinek a földjéből előfordult, az egyik legnagyobb pénzjutalmat kapta ezért. Igen, mert ezt tegyük hozzá, ez egy aranykincs döntően. Így van. És az felismerhető volt abban az állapotában, hogy az az arany, mert hogy ugye azért az idő vasfoga. Igen, azért ezeken a fémtárgyakon lehet látni, hogy miből készülnek helye közel, és amikor megtisztításra kerül, akkor viszont mutatkozik meg az eredeti. Tehát nem mind arany, ami fénik, de ez az. De ez az, ez ez volt, igen. Hétfőn 11 óra. Gondolom mindenkit várnak, aki. Nagy szeretettel várunk mindenkit, és ami még ennek a programnak csalogatója, hogy ingyenes, tehát bárki, aki erre a programra érkezik a múzeumba, ingyen. Ráadásul hétfőn, amikor általában zárva. Ugye, a múzeum. Igen, de nem minden hétfőn vagyunk zárva, például erre a múlt hét hétfő is. Köszönjük szépen, szombaton meg egyáltalán nincsen zárva a múzeumfalu, sőt, most még szélesebbre tárja majd jövő héten a kapukat. És ráadásul aznap, amikor kell, ugye? Igen. Márton napi vigasságon vehetnek részt azok az érdeklődők, akik már megszokták, hogy a Sóstói Múzeumfaluban hosszú-hosszú évek óta minden évben Márton nap környékén, vagy a Márton naphoz legközelebbi hétvégén Márton napi vigasság. Hát most ezen a hétvégén a Márton nap egybeesik a hétvégével, úgyhogy mi is a napján tartjuk meg ezt a programot. Ez a különlegessége, de nyilván azért a programok is adnak bőven. Olyan impulzust a most a kedves nézőknek, hogy ne gondolkodjanak azon, hogy mennek-e vagy nem szombaton. Reméljük, hogy jó idő lesz. Ennek a programnak az is az érdekessége, hogy kívül is, szabadtéren is lesznek programelemek, és bent a lakóházakban is. Ugyan már egy kicsit téliesítettük, vagy téliesítjük a múzeumfalu, de néhány házat kinyitunk, be is fűtünk a kemencékbe, és ott nem csak melegedni lehet, hanem különféle aktivitásokon is részt venni.
érni, aki pedig a külső programot jobban szeretné, és szeret még kint lenni, reménység szerint sütni fog a nap, és kinti programban szeretne részt venni, ők pedig különböző helyszíneken pontot gyűjthetnek, és a végén a pontokat egy ajándékra be lehet váltani. Ezek ilyen interaktív tevékenységeket és játékos, humoros feladatokat van kell majd ellátni. A Libához, vagy nem ez a lényeg? Libához is van köze, de ha már a Libáról szó esett, akkor Liba szépségverseny is lesz, és várjuk a jelentkezőket, akik Libáikkal szeretnének ezen a Liba szépségversenyen részt venni. Komoly és szép jutalma lesz a legszebb Liba tulajdonosnak. Lehet, hogy sokak fejében ez benne van, hogyha Márton, akkor Liba. De egyébként miért is? Mert lehet, hogy nem mindenki tudja az eredetét ennek. Hát a Mártonnap ugye Márton püspök nevéhez kapcsolódik, Szent Mártonhoz. Ő egy katonaszent volt, és római katona, és aztán úgy lett belőle Tours-i püspök. És a legenda szerint, hát a Liba így kapcsolódik Mártonhoz, hogy ő egy nagyon szerény ember volt, és nem szeretett volna püspök lenni, és elbújt a püspök választás idején a Liba olba, de hát a Libák gágogása elárulta, hogy ő ott van, és így mégiscsak megválasztották püspökké, de egyébként középkori hagyományai is vannak, hogyha egy kicsit a történelembe visszamegyünk, akkor tulajdonképpen a hízott libát kellett, mint földesúri szolgáltatást beszolgáltatni a jobbágyoknak, és hát ez volt a beszolgáltatásnak az időpontja is nyilván Márton naphoz kapcsolódott, és akkor ilyenkor már a Márton naphoz, akkor már a liba kóstolás is hozzá tartozott, és a hízott libákat meg is ették. Tehát magyarul jövő hét szombaton a Mózeumfaluban lesz liba, ami gágog, és lesz olyan is, ami már nem gágog. Igen. Tehát enni is lehet magyarul, ugye? Így van. Tehát élő libákat meg lehet választani ki a legszebb, és aztán meg is lehet kóstolni a libából készült különféle ételeket. Ez így emellett még sültök, sült alma, sült krumpli, forró tea, tehát ezeket is tudjuk, és a kemencében sült, ami a Sóstói Múzeumfalu szinte minden programjának egy programeleme. És vélhetően az elmaradhatatlan kísérő rendezvények, színpadi történések, ugye ezek? És a színpadon is lesznek folyamatosan történések, néptánc lesz, óvodások is fognak föllépni, de kisgyerekek részére lesz bábelőadás is, és felnőttek részére vásári komédia, és hát a délutánt azt a Liba szépségverseny eredményhirdetése zárja. Köszönjük szépen, részletek a Nyíregyházi Naplóban és a nyíregyháza.hu. Jövő hét szombaton tehát Márton napi igazság. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.